Itt most Paujevic kap egy rossz labdát, majd egy lövés! Ő viszont elcseni. 2-3-ban az Újpest vezethet egy kontrát. Ambrose mellettem egy Csobot. Visszakapja Csobot helyzetben. Gól! 5 perc sem telik el a mérkőzésből. Csobot Kevin ragyogó kontrát visz végig, és megszerzi a vezetést az Újpestnek. A második gólja a szezonban Csobot Kevinnek. Megint az a gyorsaság, amelytől annyian rettegnek, de ez egy iszonyatosan nagy hiba. A saját tér felén gyakorlatilag ott szerzi meg Csobot, Ambrose-tól kapja vissza, és ugyan 2-3 sötétmezes játékos ott volt, Csobot lendületből kilép, ballal pedig elgurítja. A gyors átmenet, amely jellemzi az Újpestet ebben a szezonban, megint gólt eredményez. Csobot, kicsit csínybe kapta, így Tóté. Jön Zsótér, Zsótér rosszul találja el. Oda mentek Szulodovszkijék, hogy ne lehessen kicsiben elvégezni. Tajti ível. Ott van még. Hol? Mármint Holnál. Mack. Tamás ballal akár lőhet is. El is vállalja Tamás! Honnan rúgta be? Tamás Krisztián bomba góljával 2-0-ra vezet az Újpest. Klasszikusan a kígyó térről talál be Tamás Krisztián. És az egészet az előzte meg, hogy a kecskemétiek nem beszéltek egymással, és összehoznak egy szögletet, egy teljesen felesleges szögletet az Újpestnek. Egy átvételt követően Tamás Krisztián, bum! Hát ez egy elképesztően nagy gól. Pont egy picit külsővel találja el, kifelé tekeredik a labda. Úgy csavarodik, hogy ezt nem tudja elérni a repülő Varga Bence. Hát ez egy elképesztően nagy gól. És Ambrose labdát szerez. Mekkora hiba megint a vendégektől. Ambrose a hosszú jön kis. Ambrose egyedül megcsinálja. Még mindig ő. Varga véd. Rossz a passz. Vágó. Tajti szerez labdát. Mehet tovább. Tajti lövi el gól. 3-0 az Újpestnek. Nem csak az első félidő elején, hanem a második félidő elején is rúgnak egyet a lilafehérek, a fővárosi lilafehérek. 3 csere ott, 3 gól itt. Ez egy rossz passz Tajtitól, aztán ő szerzi vissza, vágó elesik, de nincs fault. Bognár ott van közvetlen közel, egyébként senki nem reklamál, és a kapus a másik irányba várja. Tajti meg egyszerűen visszarúgja a rövidre. 3-0. Ez nem szabálytalanság, ott ballal simán elpöcköli, és begurítja a rövidre. Mack. Ez egy jó indítás Paujevicnek, az átvétel nem a legjobb, de be tudja tenni, gól! Az Újpest nem áll le! 4-0. 5,5 perc alatt rúg 2-t az UTE a második félidőben. Odobó. A Diósgyőr után a Kecskemét kapuját is beveszi. Úgy tűnik, hogy nincs le sem Paujevic. Ráadásul elsőre azt gondoltam, hogy ez egy picit hosszú ez az átvétel Paujevictől, de Szalai nem az embert nézi, hanem csak egyenesen fut, hiába csúszik be Paujevic gólpassza, Onovo találata. 4-0, és ez már kiütés. És jönnek előre továbbra is a hazaiak. Kis két védő között, Ambrose ki oldalra, Onovo beközépre, Csobot gól! Itt Újpesten! 5-0! Csobot dupla! Hát nem megy még 7 perce a második félidő, és rugott 3-at az Újpest. Átrobog, átgázol a Kecskeméten Vígnyevics csapata. Csobot második gólja a meccsen, a harmadik az idényben. Ambrose teszi ki oldalra, Onovo a gólja után ad egy gólpassz gyorsan. Ez elképesztő, követni is alig lehet. És a Kecskemét sem tudja követni az Újpestet. A 77-es számú Csobot!
visszerzett labdát. Odovo meg egy perc alatt rúg egyet, és kihozta egy gólpaszt. 5-0. Az 57. percben Szuhodolszky rúgja a második kecskeméti szögletet. Lágyan ott a gól! Szépítenek a vendégek az 57. percben. Tóth Barna fejesével. Az 57. percben nem maradnak gól nélkül így a vendégek sem. Nem is Tóth az, bocsánat, Szalai talán. Igen, elnézést kérek, Szalai Gábor fejese ez. 12-es, nem pedig a 22-es Tóth Barna. Igen. 12-es Szalai Gábor. Szalai fejese tehát, ezelőtt egy. Csobot meg eladja. Kis középre, Szuhodolszky akár lőhet is. Szuhodolszky! A betyárját, mi van ma itt? Nem csak gól zápor, hanem gól szépségverseny. Hát úgy tűnik, hogyha valaki 30 méterre van a kaputól és ballábas, akkor ott a jobb felsőt azt ma ki kell pókhálózni. Csobot eladott labdája, Szuhodolszky egy átvétel után, bum ez is! Tamás Krisztián után Szuhodolszky Soma is benevez a gólszépségversenyre. 5-2. Tökéletes lövés ez is. Jó a váltás. Mack. Ő is eltekeri. 85. perc. Szuhodolszky szöglete. Tökéletes. 5-3. A végére is marad gól. A csapatkapitány Vágó Levente. Akkor Szuhodolszkynak is a gólja mellett van egy gólpassza. Harmadik gólunkat kapjuk a 16-os. Egy újabb szöglet utáni fejes. Találtam a kupon. Vágó fejeli. Az első gólja az idényben Vágónak. Szendrei, a hosszú Horvát. Jön is a labda, eljut Horvátig. Elcsúszik az újpesti játékos Horvát csele. Mindenkit elfektet Horvát, de nem tudja gólra váltani az Itzert. És az sem megy be. Hát ez hihetetlen. Lehet abból még helyzet. Sőt, Panait paskolja ki oldalra.